Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházan, és hamarosan kezdődik a Legszebb Konyha Kertek Magyarország projektnek a értékelése és a jövő évi verseny megkérdetése. Kovács Szilvia, a polgármesterrel, üzletgazdával beszélgetünk. Itt már javában érkeznek az idei versenyzők, és reméljük, hogy nagyon sokan lesznek jövőre is. Hogyan értékeli az idei évet? Az idei évet sikeresnek mondhatom, hiszen 60 település 939 kertje nevezett. Nagyon szép kerteket láttunk, nagyon jó módszerekkel dolgoznak a kertgazdák. Igazi élmény volt a kerteket bejárni és megtekinteni, mind Karcagon, mind pedig vidéken, ahová szerencsém volt eljutni. És én úgy gondolom, hogy méltóképpen meg tudtuk ünnepelni őket, hiszen az OMÉK záróünnepségén, szeptember 22-én 24 országos díjat volt lehetőségünk kiosztani a kertgazdák között. Én úgy gondolom, hogy ez az igazi eredmény ennek az évnek, illetve az volt az igazi eredmény, amikor bejöttek hozzám a jelentések a koordinátoroktól, és megkaptam azt a gazdag ismeretanyagot, amivel engem tájékoztattak a kertművelők szokásairól, módszereikről, praktikáikról. Nagyon nagy hozadéka ez a programnak, hiszen nagyon sok információt kapunk így a kertművelés jelenlegi helyzetéről az országban, és nagyon sok jelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy mik a feladataink, milyen célokat kell kitűznünk magunk elé, és milyen irányban, milyen vonalon kell tovább haladnunk az elkövetkezendőkben. Én ezt igyekeztem figyelemmel kísérni, tiszteletben tartani, és ennek mintájára alakítottam ki a 2014-es programot, megtüzdelve egy pár meglepetéssel, és én remélem, hogy ezeknek majd mindenki örülni fog, és még színesebbé fogja tenni a 2014-es programot. Azt hiszem, hogy már idén is voltak újdonságok, hiszen arról mi is beszámoltunk többször, hogy bővült a kategóriák köre is. Óvodások voltak, iskolások voltak, tehát már nem csak azt lehet mondani, hogy a nyugdíjasok és a középkorosztály kapcsolódik be a jeles programba, hanem már a piciktől elkezdődik, és azt hiszem, hogy ez is egy fontos eredmény. Így van, több csoport, több óvodás, iskolás csoportnak a programban való jelenlétéről kaptam visszajelzést. Célom továbbra is az, hogy még több óvoda, még több iskola kapcsolódjon ebbe a programba, illetve talán lehetne óvodák közötti versenyt is rendezni, tehát igazság szerint a fantázia szab csak határt, hogy mit fogunk ebbe a programba beleilleszteni. Én úgy gondolom, hogy a célunk, hogy a kertművelést, a kertgazdálkodást, az egészséges élelmiszer megteremtését, megtermesztését mindenki valósítsa meg otthon. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tényleg célul tűzzük ki, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ez meg is valósulhasson. És a segítséget pedig ehhez mindenkinek meg kell adni, legyen az oktatás, legyen az bármilyen más támogatási forma. Az előbb egy fél mondattal már említette, hogy 2014-ben is lesznek újdonságok. Mi már tudjuk, hamarosan meg fogják tudni a konferencia résztvevői is, de az a nézőinket egy picit avassuk be a részletekbe. Így van, minden évben fókuszba állítok egy olyan témát, ami körül hangsúlyosabbá szeretném tenni a programot. Ez az ebben az évben a madárbarát kert témája lesz. Lesz is egy előadás a Maráltani Intézet részéről erről. Szeretném megmutatni az embereknek, hogy a madarakat hogy lehet bevonzani a kertbe, hiszen mindenkinek az öko és a biomódszerek követése a célja, és a madarak behozatalával a kertbe ezt még jobban, még hatékonyabban meg tudjuk valósítani. Ezen kívül elhatároztam, hogy a gyerekeket minden évben megszólítom valamilyen alprogrammal. Ez ebben az évben egy rajzpályázat lesz, én kis kertet kerteltem névvel. Óvodásoknak és általános iskolásoknak szól, rajzot kell készíteni a kertjükről, legyen az valós, vagy pedig megálmodott kert, és ezt kell beküldeniük, és ezt fogjuk majd díjazni. Bízom abban, hogy ezzel a kis programmal, ezzel a kis pályázattal kedvet csinálunk a gyerekeknek a tényleges fizikai kertészkedéshez is. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres 2014-ben is a program, és azt, hogy minél többen kapcsolódjanak be városunkból is, országon belül és kívül is, hiszen már most nemzetközi a program. Így van, én is szeretném, hogyha még több magyarországi település bekapcsolódna, és hát természetesen a nagy eredményünk, hogy a lengyel testvérvárosunk bekapcsolódott, a szendéknyilatkozat aláírása megtörtént, és 2014-ben lefolytatják helyben, ott náluk Krasznovodzsanszkiba ezt a programot, és ennek nyomán 2015-ben ők szeretnék meghirdetni Lengyelországra az országos programot. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb eredmény nem kell. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! A Vidékfejlesztési Minisztérium házai program gyakorlati megvalósulásáról Konrád Istvánné, a Magyar Piacszövetség elnöke fog előadást tartani itt a jelenlévőknek. Mi lesz az a legfontosabb, amit elmond a konyhakerttel foglalkozó versenyzőknek?
Egy éve körülbelül, hogy együtt dolgozom Szilviával, a Legszebb Konyhakert program elindítójával és projekt ötletének vezetőjével. Egy a célunk, a vidék építése, és ezt valahol el kell kezdeni, és azt hiszem mindketten a legjobb helyen kezdtük el. Szilvi is a pici konyhakertekben, a Magyar Piac Szövetkezet a 20 településen lebonyolított mintaprojektjével, ami Zemplénben 8, Somogy megyében 12 településen vetőmagosztással kezdődött, és az ott megtermelt terményt, vagy feldolgozott terményt a közétkeztetésbe vittük be, polgármesterekkel kötöttünk megállapodásokat, és mi már szervezetten, közösségformáló erővel próbáltuk ezt kis mintaprojektekben lebonyolítani, ami nagyon sikeres volt, és ugye ezt tovább fejlesztve elindult a Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott háztáji program, ami az idén tavasszal burgonyaosztással kezdődött, 3000 tonna burgonyát osztottunk szét, amit a Vidékfejlesztési Minisztérium finanszírozott, a szövetkezet csak a gyakorlati kivitelezést, és ez a program, most ugye miután már ősz van, és a betakarítási időszaknak vége, ez a program nagyon sikeresnek mondható. Igen, és ebből eljutott azért Karcagra és a környékére is több más a burgonya, azt hiszem, hogy minden körült ennek. Igen, nagyon sokat szállítottunk Karcagra, és itt nagyon eredményes volt, csúcstermés lett. Az egyébként kicsit később elvetett burgonyából, de az időjárás is nekünk kedvezett, és nagyon jól kikelt, amit elvetettek, nagyon jó bőtermést hozott. Hogyan látja a jövőjét ennek a háztáji programnak? Itt a Kunságban is lesznek esetleg mintaprojektek, hiszen említette, hogy egyelőre két megyében volt, lesz-e valami hasonló itt a környékünkön is? A két megyében lebonyolított mintaprogramok azok kizárólag azért a sikeresség, az eredményességet próbáltuk modellezni, és annak tapasztalatait igénybe véve indult el a nagy háztáji program, ami szintén érinti Karcagot és környékét, a Tiszató környékét különös figyelemmel kísérjük, azon kívül az egész országban. Most a következő lépésben kisállatprogram indul, tojótyúkot és galambot, nyulat igény szerint, amit a területek igényelnek, úgy azt fogjuk kihelyezni, szintén a tárca támogatásával. Azt hiszem, hogy akkor ez egy nagyon sikeres dolog, és nagyon sokan kívánom, hogy kapcsolódjanak, és minél többen termeljenek ezzel a programmal. Igen, a burgonyában például 100 000 család kapott az idén burgonyát, azért ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy az Axona elnevezésű vírusrezisztens vető szaporítóanyagot osztottunk szét, és ez több éven keresztül visszavethető. Tehát azok a családok, akik ezt elvetették, azoknak a következő évekre megvan oldva a vetőmag, a vetőgumó problémájuk. Jó munkát kívánok önöknek, és hasznos tanácskozást önnek pedig a mai napon. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter példaértékűnek nevezte a Magyarország Legszebb Konyhakertje mozgalmat. Ön is kertészkedik, itt most azt kívánták önnek a megnyitón, hogy a legszebbek között legyen jövőre az ön kertje is, de komolyra fordítva azért nagyon sokan csatlakoztak idén. Gondolta volna, hogy ennyire népszerű lesz két év alatt ez a program? Bíztam benne, kevesen voltunk, akik hozzákezdtünk, de bizakodóan álltunk a témához, hiszen kertészkedni az egy kellemes dolog. És ma már elmondhatjuk, hogy a Karcagról indult Magyarország legszebb konyhakertje mozgalom országossá terebélyesedett. 60 önkormányzat vesz részt, és közel 1000 vannak, akik csatlakoztak a kertjeikkel, ebben a neves versengésben részt vesznek. Én is kertészkedem, illetve ha pontos akarok lenni, az egész család kertészkedik. Sok terhet átvettek már a vállamról, van egy fél hektár zárt kertünk 3 darabban, amiben van szabvány konyhakert is, egy néhány négyzetméter, ami arra jó, hogy mondjuk megmutathatjuk azt, hogy 12 négyzetméter területről, ami egy szobányi. Tulajdonképpen egy egész családot el lehet látni paradicsommal és paprikával, bármiféle vegyszerhasználat, vagy különösebb energia bedobása nélkül. Ennél semmi sincs, ami jobban megélni. Azért is fontos ez a mozgalom, hogy minél többen tekintsék példának, kezdjenek el termelni, ássuk fel az udvart, nézzük meg az átkertet, hogy ott mit lehet kezdeni, hiszen néhány gyümölcs, ami alig igényel gondozás
más egy-két őshonos vereszéva, bódiszéva is képes ellátni a családot, és vannak más olyan növények is, amelyek viszonylag egyszerűen megtermelhetőek. A mozgalom arra is lehetőséget ad, hogy a szakmai információkat összegyűjtsük, illetve a tájfajtákat, amik egy-egy várossal, környékre, itt akár a nagykúrságot tágabb értelemben is vehetjük jellemzőek. Ezeket a kultúrákat fönn tudjuk tartani ezekben a kertekben, és meg tudjuk tanítani a fiatalokat is arra, hogy miképpen kell azokat megművelni. Nálam mind a két fiú részt vesz a kertek művelésében, de azért mostanában a legnagyobb része feleségemre hárul. Azt hiszem, hogy azért az is fontos itt a fiatalokra visszatérve, hogy Karcagon óvodások is bekapcsolódtak, tehát ez is egy jó példa volt. Nem tudom, hogy a minisztérium jövőre esetleg a Vesbele mozgalmat folytatja, hiszen ezzel alapozták meg a gyerekeknek a betanítását ebbe a kertmozgalomba. Ezek a dolgok egymásra épülnek. Műveljük meg a konyhakertet. Erre van a konyhakert mozgalom. A következő dolog az, hogy a kicsiket megtanítsuk, vesd bele magad az Agria programját, jövőre is támogatni fogjuk. Utána van a háztáji gazdálkodás, ahol több kezdeményezés is volt, krumpli, sertésvonalon például, és ezt követi az őstermelő, aki már azért nagyobb mennyiséget termel, a családi gazdálkodó, és utána följebb a közepes és nagyobb üzemek. Fontos az, hogy minden lehetőséget kihasználjunk, hiszen a nagy üzemek azok elfoglalták a terület adott részét, és látszik, hogy mennyit tudnak termelni. A családi gazdaságokra ugyanez elmondható, hogy erősödőben lévő terület. A tartalék ott van, ahol nagy a lemaradás. Magyarországon 200 ezer hektár zárt kert van, amit nem művelünk. Rengeteg porta van, több millió udvar, amelyet korábban megműveltek, most nem műveljük. Aki ott, abban a lakásban, akik veszi az ennivaló, gyakran külföldi terméket is. Akkor tudjuk kiszorítani a külföldi terméket, hogyha mi magunk megtermeljük. Lehet, hogy egy részét konyhakertbe, más részét a zárt kertbe, vagy egy gazdától megvásárolva tudjuk beszerezni. De hogyha valahol egy részt hagyunk, akkor ott nem a hazai termelés, hanem a külföldi fog előnyhöz jutni. Ezért kell az egész mezőgazdaságot a legkisebb szereplőtől a legnagyobbakig egységesként kezelni, és mindegyik részét megfelelően támogatni. Sőt, ami nagyon fontos, hogy a kicsiket kell elsősorban támogatni, azért, hogy ők tudjanak erősödni. És látszik az, hogy erre van igény, van összefogás, és ennek szép eredménye is látható. Hát azt hiszem az is fontos, hogy jogszabályokkal senkit nem lehet arra kötelezni, hogy művelje a kertjét. Mondjuk parlagfű meg egyebek tekintetében azért ez már működik, de most, hogy ott művelje, ha jó példát látó, hogy ön is említette, akkor esetleg elgondolkodik rajta, és lehet, hogy jövőre már ő is ezért fog bekapcsolni, mert látta, hogy a szomszédja vagy két házzal arrébb milyen sok mindent megtermeltek saját maguknak. A bolti példa, az ott van, amikor megnézi valaki az árcímkéket, hogy bizony nem olcsó az ennivaló. És akkor, hogyha látja azt, hogy lehet azt megtermelni, akkor tudja követni azokat, akik ehhez értenek. Ez a dolognak az egyik oldala. A másik az, hogy egy tudatos fogyasztói magatartása is ösztönös, hiszen ha én tudok egy jó paradicsomot termelni, azért mégiscsak megnézem a boltba, amikor már elfogyott a saját, hogy megvegyem-e, illetve a fő szezonban, amit megtermeltem, azt tudom tárolni, fagyasztani, feldolgozni, és így nem szorulok rá arra, amit később hoznak be az országba, ki tudja honnan. És ez olyan fajta gondolkodásmódot feltételez, amire nagy szükség van ahhoz, hogy a egészséges élelmiszert fogyasszuk, és hogy megvédjük a magyar termelést. Ahogy említette, 6-8 év múlva vár azért nagyon jelentős sikert, hogy a 60 település az sok lesz. Én azt kívánom, hogy jövőre 1000 fölé menjen legalább a nevezők száma, és esetleg közelítsünk a 100 település köré. Köszönöm, mert 2 évvel ezelőtt kezdődött a program, Kovács Szilvia a polgármester asszony fölvállalta ezt a munkát, és én látom azt, hogy hihetetlen energiával dolgozik, sok jó szándékú ember segítségére támaszkodva, egy szép fejlődési pálya előtt állunk, és én bízom benne, hogy nagyon szép sikerekről tudunk majd számot adni. Köszönjük szépen! Köszönöm!